A Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthonában hónapok óta arra készülnek az ott élők, hogy előadhassák karácsonyi műsorukat. A jelenleg 11 főt számláló otthonban mindenki kivette a részét az előadásból. Volt, aki verset mondott, más énekelt vagy zongorázott. Horváth Tibor 2005 óta lakik az intézményben, és minden évben részt vesz a műsorban. Nagyon sokat változott az itteni élet, ahhoz képest, hogy itt elkezdtük. Nagyon sokat fejlődtünk a nevelőknek a segítségével, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok mindenbe fejlődött a lakóotthon. Az intézményben az ünnepeket mindig próbálják családias hangulatban eltölteni. 24-én mi mindig úgy szoktuk csinálni, hogy együtt megfőzünk, felkelünk reggel, megfőzünk, és este 8-kor együtt, mint egy család leülünk gyertyafényes mellett vacsorázni. Mandákné Rabóczki Erika, a lakóotthon vezetője elmondta, nagy öröm számukra, hogy a lakók csapatként működnek együtt és tisztelik egymást. Próbáltuk az értékeket hozzájuk közel adni, hogy ne csak tárgyi érték legyen a karácsony, hanem a hagyományokat, a hagyományokkal lévő fogalmakat megismertetni, és azzal azt mögötte lévő tartalmat is. Úgyhogy jelenleg már 4 hete készülünk ugye a karácsonyra az adventi időszaktól, és most a 3. hét következik, és tudják is, hogy mit jelent az 1. hét, a 2. hét, a 3. hét és a 4. hét, és eljutottunk oda, hogy most már nem csak a tárgyi ajándéknak örülnek. Hozzátette, igyekeznek minden lakó életét pozitív irányba befolyásolni.